ez egy gyökerétől kitépett fa. Ez azt szimbolizálja, hogy emberek ezrei, tízezrei váltak gyökértelenné, új hazába kerültek, és akik itthon maradtak, a szülőhelyükön maradtak, legtöbbiket, őket, azokat is kitelepítették a házukból, mindenüket elvették, tehát ez a kitépett fa, ezt szimbolizálja. A bőrönd természetesen azt, hogy el kellett hagyni az otthonukat, azt a házat, amit a két kezükkel építettek, volt olyan ház, ahol ki van írva a homlokzatra, hogy elkészült 1939-ben, tehát el lehet képzelni, hogy mennyi ideig élvezték ezt az új épületet. És ott a padon pedig van egy tányér, abban pedig egy kulcs. Az azt jelenti, hogy amikor elmentek innen, kitakarították a házat, és az asztalra rátették a kulcsot. 1944. decemberében összeírták a Magyarországon élő németek névsorát, majd pár napra rá elkezdték a munkatáborokba való deportálásukat. Bonyhádon erre 1945. január 5-én és 7-én került sor. A gimnáziumban nem csak a bonyhádiakat, hanem a Bonyhád környékieket is összegyűjtötték, több mint 1900 embert, és innen gyalog hajtották őket Bajára. Baján bevagonírozták őket, és marha vagonokban szállították a Szovjetunióba, és embertelen körülmények között kellett dolgozniuk, és akik ott voltak, azoknak 30, de volt, amikor 40-50%-a se tért vissza. A legtöbben közel 5 évet töltöttek el ott, csak azért, mert német származásúak voltak. 1944. december 22-én adták ki a 0060-as parancsot, amiben elrendelték a német származásúak összeírását. Ezt követően néhány nappal már meg is kezdődtek a német származású emberek összegyűjtése. Bonyhádon januárban, január elején, viszont Cikón még december végén, és Baranya megye egy részén is december végén már elkezdődtek az összegyűjtések. Nem voltak tekintettel se karácsonyra, se szilveszterre, se új évre. A munkaképes lakosokat összegyűjtötték, és azt tudták az emberek, hogy 2 hétre mennek a bácskába kukoricát törni. Ennek ellenére nagyon távol kerültek a hazától, és az a borzalom, amit átéltek, azt csak ők tudják. A rendszerváltásig erről egyáltalán nem szabadott beszélni, ez tabu téma volt. És ennek megfelelően nem is készültek erről feljegyzések, iratok, sőt, még írni sem szabadott róla. Olyan megható volt, nem olyan rég volt nálam egy túlélőnek a fia, aki elmesélte, hogy az édesanyja egész életében nem beszélt erről. És a halála előtt nagyon leépült, szellemileg nagyon leépült, és kórházba került. És az utolsó egy hétben csak erről beszélt, oroszul beszélt, és csak az ottani borzalmakról. Tehát el lehet képzelni, hogy egy ember, aki az egész életében ezt a szívében hordja, mit élhet át. Az első 2 év az borzasztó volt, a legtöbben akkor haltak meg, utána már kicsit konszolidálódott a helyzet, több élelmet is kaptak, de azt is el kell mondani, hogy a nőket sterilizálták, tehát hogy ne legyen gyerekük, és ennek következtében több hölgy soha nem lehetett édesanya. Köllerné Koch Ilona nagyon fontosnak tartja, hogy a fiatalabb korosztály is megismerje a múltat. Én úgy gondolom, hogy a fiatalokat nem foglalkoztatja még annyira. Tehát vannak olyanok, akiket tényleg érdekel, van, ahol nem is mertek erről beszélni, mint ahogy említettem, tehát még az unokák, a leszármazottak se tudták igazán. Ez az utóbbi időben került napvilágra, és most már nyíltan lehet róla beszélni, és kell is. Úgy gondolom, hogyha idősebbek lesznek, akkor, ha valaki idősebb lesz, talán akkor kezd jobban foglalkozni a gyökereivel, és nekünk az a feladatunk, hogy adjunk egy anyagot, amit majd esetleg kutatni tudnak, és a szülőknek, nagyszülőknek pedig felelőssége, hogy igenis meséljenek ezekről a szörnyű dolgokról. Az emlékszobor méltó helyet biztosít ezen túl a múlt idézéshez. Nagyon örülünk annak, hogy a magyar állam kormánya támogatta ezt a beruházást, mégpedig teljesen pontosan 15 millió forinttal. Juhos Lászlót kértük föl az emlékmű megtervezésére, a szobor megtervezésére,
és úgy gondoltuk, hogy ő egy megfelelő ember, tehát egy neves szobrász, és mi úgy érezzük, hogy ez egy méltó emlékmű. A Tolna megyei németségnek tetszik. Az alkotást a Tolna megyei és a környék német nemzetiségi önkormányzatai, valamint egy helyi vállalkozó is támogatta. Ez az emlékmű decemberben készült el. Szeretnénk emléket állítani a Tolna megyei németség múltjának, tehát az elhurcolásnak, az internálásnak és a kitelepítésnek. Előző évben volt a 75 éves évfordulója az internálásnak, lengyelre vitték el a német származásúakat. Akkor se tudtunk megemlékezni, mert akkor már Covid volt. Terveztük, hogy január 19-én az országos emléknapon Bonyhád lesz a helyszíne ennek az emléknapnak, ugyanis a kormány 2012-ben január 19-ét nevezte meg az országos emléknapnak. Az emlékmű tervezése tavasszal kezdődött el, közben akkor megérkezett a Covid, nem lehetett kapcsolatot tartani, így elég nehézségeink is voltak. A kivitelezés ősszel kezdődött meg, és decemberbe fejeződött be, és szerettük volna az emléknapon az emlékművet felavatni, de ugye erre most nincs lehetőség. Mindenféleképpen ezt is elhalasszuk arra az időpontra, amikor itt Bonyhádon meg tudjuk tartani az országos emléknapot. Minden évben máshol tartják meg az országos megemlékezést, idén Bonyhádra szervezték volna. Nincs rá lehetőség, hogy ezt a megemlékezést megtartsuk, ugyanis még mindig szigorú feltételek vannak, tehát nem lehet rendezvényeket tartani. Úgy gondoljuk, hogyha vége van ennek a pandémiának, és már lehet rendezvényeket szervezni, akkor mindenféleképpen megtartanánk, megemlékeznénk erről a szomorú eseményről. Nem tervezzük most időpontot, azt mondtuk, hogy ha vége van, és már lehet tervezni, majd akkor, mert már olyan régen terveztük ezt a január 19-ét, de nem jött össze. Tehát arra is gondoltunk, hogyha esetleg június eleje megoldható lenne, az abból a szempontból lenne jó, mert Bonyhádról június elején, 3-án és 5-én telepítették ki az embereket. Akkor kezdődött a kitelepítés, több mint 3000 bonyhádi vált gyökértelenné és elüldözötté. Tolna megyében a bonyhádi kitelepítetteknek van a legnagyobb száma, és én úgy gondolom, hogy ez egy méltó helyszín lesz, hogy megemlékezzünk az egészről.